ott tartunk most, hogy egy darab szarvast kell még lekaparnom, és akkor nyerünk egy milliót. Ott is van, hát miről van szó? Mondtam, hogy bevonzom, vagy mondtam, hogy bevonzom? Sziasztok, én ennek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntelek téged, és mindenki sorozatos napot szeretnék kívánni. Nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá, de tavaly ilyenkor volt egy nagy karácsony sors, egy kaparós videóm, és arra gondoltam, hogy őrizzük meg ezt a hagyományt, ezért idén is vásároltam 5 darab nagy karácsony sorsegyet 15.000 forint értékben, darabját 3.000 forintért. Én egyébként nem vagyok már ilyen hatalmas nagy kaparós arc, bár azért be kell vallani, hogy régen üztem az ipart nem is kicsit, szigorúan csak természetesen 18 éves korom után. Egyébként én azért is szeretem ezt a sorsegyet, mivel minden egyes ilyen megvásárolt sorsegye hozzájárulsz fogyatékos gyermekek számára játszóterek építéséhez, szóval, hogyha igazából nem is nyer semmit, akkor sem teljesen kukába dobott pénz volt, hanem egy nemes célt támogattál, de még mielőtt belekezdenénk ebbe az egészbe, kötelességemnek érzem felhívni a figyelmet arra, hogy ha elmúltál 18 éves és szerencsejátékozol, vagy pedig szerencsejátékozni szeretnél, akkor csak felelősségteljesen és okosan, ugyanis nem egy családot, illetve nem egy ember tett már tönkre, és én azt tanácsolom nektek, hogy tekintsetek úgy a szerencsejátékra, mint én, hogy minden összeg, amit elköltesz rá, gondolj arra úgy, minthogyha kukába kidobott pénz lenne. Nehogy úgy, mintha valami befektetés lenne, vagy valami, ugyanis nem véletlenül szerencsejáték a neve. Minden a szerencsén múlik. Nehogy azt hidd, hogy most veszel 15.000 forintért sorsegyet, és akkor úristen, mekkorász leszek, hogy megnyerem majd a 100 milliót. Nem, semmi sem biztos. Lehetséges, hogy nem nyersz semmit, lehetséges, hogy egy kicsit visszanyersz, lehetséges, hogy visszanyered, sőt az is lehet, hogy nagyon, de nagyon pluszban leszel. A tavaly ilyen videóban minuszban voltam én, arra már nem emlékszem, hogy mennyire, de szerintem kezdjünk is bele ebbe a videóba, és izguljunk közösen, hogy vajon miket fogunk kaparni. Hoppá, hoppá, micsoda két kameraszög van itt, na ez a nem mindegy, egyébként képzeljétek el, fél órán keresztül pakoltam le az asztalomat, hogy ez az egész így összejöjjön. Itt egy kicsikét belelóg a másik kamera állványnak a lába. Bocsánat, csak így tudtam összehozni. Na de akkor itt is vannak a sorsegyeink, illetve a mi szerencseérmény, amivel a nagyobbnál nagyobb nyereményeket fogjuk majd lekaparni. Ezeket szerintem így félre is rakom, és akkor nyitom is ki az első sorsegyünket. Nehéz szülés lesz ez. Tavaly amúgy nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá, de olyan volt, hogy ezen az oldalon is vannak kaparó felületek. Ó, szóval tavaly olyan volt, hogy egy oldalú, és a fadíszeket kellett kinyitogatni, és amúgy nem figyeltem arra, és ennyire volt kávé benne a fejem. Szóval most próbálok jobban figyelni. Szóljatok rám, hogy Robi, húzd ki magad! Na de, szerintem akkor el is kezdem a kaparást. Ez a negyedik játék. Hát persze, melyik játékkal is kezdhetném, nem? Kaparja le 1-től 24-ig az ablakokat, ha kaparófelület alatt a nyereménytáblának megfelelő mennyiségű egyforma szimbólumot talál, ön nyert. Ja, hogy akkor ha megfogom és ezt is így kinyitom, itt van összesen 24 darab felületünk, amit le kell kaparnunk. Hát jó hosszú videó lesz ez, mit ne mondjak? És akkor itt pedig van a nyereménytáblánk, hogyha ennyit találunk ezekből, akkor ennyit nyerünk. Hát de várjatok, már fordítva kéne kezdeni. Menjünk inkább sorba és kezdjük az első játékkal. Ha kaparófelület alatt egy sorban 3 azonos számot talál, a sorhoz tartozó nyeremény összeget nyeri. Na! Kaparom is akkor az első sort, és figyelek arra, hogy lássatok belőlem valamit. Illetve a sorsegyből is. Hoppá, hoppá, jól haladunk, 33, pörögjön is a kövi 30. Nem pörgött a kövi 33-as. Próbálok azért tempózni, 41-41, 36. Mivel hogyha nem tempózok, akkor szerintem ez a videó lazán egy órás is lesz. 44, ez se nyert, na de majd az ötödik sor. Hát bárhogy nézem, ez se nyert. Egyébként néztem, hogy van kiskarácsony sorsegy is, hogyha szeretnétek a csatornámon olyan kaparást is, akkor mindenféleképpen dobjatok erre a videó egy hatalmas nagy lájkot, és akkor majd meglátom, hogy mit tehetek, és hogyha nagyon szeretnétek, akkor majd beadhatunk egy olyan videót is. Mennyire el fogom úgy ez az egész után zsibbadni a kezem. Tavaly sokkal, de sokkal kevesebbet kellett kapargatni, hát bárhogy nézem, egy sorban sehol sincsen
Jaj, már megint így nézek lefelé, és nem látok belőlem semmit. Ne csináld! Figyelje! Jó, nyugodjunk meg. Szóval bárhogy nézem, sehol sincsen egy sorban három azonos szám, de az a baj, hogy annyira messziről nézem ezt az egészet, hogy benne legyek a kamerában, hogy lehetséges, hogy egy csomót majd nem fogok észrevenni, hogy nyertem. Mennyire ciki lenne amúgy, tudjátok, hogy megnyerném a főnyereményt, és így nem venném észre, vágott, kidobnám már meg minden. Na de akkor az első játékban nem nyertünk, jöjjön a második játék, meg kell találni a csomag szónak a betűit. Na nézzük is. Ott van egy O. Egy dupla V, az bárhogy nézem nem jó. Se a J. Még egy O. Hát ez már nem nyert. Szóval akkor jöjjön is a harmadik játékunk, ahol a számjegyek összegének 24-nek kell lenni, és akkor nyertünk 6000 forintot. Hát matekozni is kell itt meg minden, azt nem mondta nekem senki. Na várjál csak. Ja, itt csak kettő szám van és ennyi? Hát ez gyors matek volt. 6 meg 1, bárhogy számlom, nem 24. Szóval akkor ki is nyitom ezt, és kaparjuk le az összeset. De akkor a mostani sors egy amúgy sokkal, de sokkal időigényesebb, mint az előző. Ugyanis, ha jól emlékszem, ott csak ilyen kaparó felületek voltak, nem volt ott több játék is. Aztán lehetséges, hogy volt, hát értitek, már egy éve volt az. Most keresem a kettes, de szerintem nem fogok ezzel szórakozni, hogy sorrendbe kapargassam, hanem csak ahogy jól esik. Van már egy angyalunk, meg egy masnink. Mindkettőből 8 kell, és akkor elhozzuk a legnagyobb nyereményeket. Na ez a nem mindegy. Egy puncsunk is van. 5 darab puncsal 21.000 forintot nyernénk. Szarvas. Cukorka. Szánkó. Angyal. Na, angyalból már van 2. Már csak 6 darab kéne. Úgy annyira jók ezek a chilles beszélgetős videók. Kesztyűből még nincsen. Nagyon, de nagyon készülök egyébként a karácsonyra videók szempontjából, szóval ne aggódjatok, lesznek itt bőven. Mindenből eddig kb. 2 van. Ott is van a harmadik puncs! Na! 2 darab puncs kell még, és akkor 21.000 forintot fogunk nyerni. Be kell vonzani, figyeljetek oda! Szugeráljuk be a puncsokat! Na! Hát bárhogy nézem, ez egy szarvas. Szarvasból 7-et kéne lekapardunk az 1 millióhoz. De az még messze van, cserébe kapunk egy masnit. Mi ez itt? Beigli. Beigliből elég lenne 3 is. Szerintem, ja itt van még egy szánkó, az lesz a taktikám, hogy nem fogom folyamatosan nézegetni, hanem majd a végén összeszámoljuk. Még egy masni, na! Haladunk, 5 masni, akkor még kéne 3 darab masni 4 kaparó felületről. Bárhogy nézem, nem hiszem, hogy ez meg lesz, egy angyalka, abból is még rengeteg kéne. Még egy puncs. Még egy masni. Még egy masni. Masniból van akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab masni van. Egy masni kellett volna a 10 millió forinthoz. Aztán tudod, mennyire ciki lenne, hogyha elszámoltam volna, és igazából 8 lenne. Egy darab puncs kellett volna 21.000 forinthoz. Most vettem észre, hogy a 9. sort elfelejtettem lekaparni. De hát azzal sem nyertünk. Megéreztem amúgy, és azért nem kapartam le, mivel nem volt alatt a nyeremény. Na de akkor ezt el is dobom, és jöjjön is a következő sorsegyünk. Most már egy kicsikét megpróbálok rápörögni a dolgokra, ugyanis baromira lassan kapartam le az előzőt. Itt sincsen 3 azonos. Itt sincsen 3 azonos. Itt sincsen 3 azonos. Itt sincsen. De direkt amúgy nagyon, de nagyon szemét módon van megcsinál az összes sorsjegy. Mivel mindig nagyon, de nagyon közel vagy ahhoz, hogy pont nyerjél, de pont nem fogsz nyerni. Jól kijön ezt találva. Na nézzük is, hogy megvannak-e a csomag betűi. Hát, nincsenek. Na, most pedig számoljuk meg, hogy meg lesz a 24. És 25 lett, nem pedig 24. Fú, de rápörögtem most erre. Érzem.
hogy ezzel most nyerni fogunk. Hányszor mondtam már ezt amúgy a tavalyi videóban? De végül is bejött, mivel nyertünk valamelyikkel. De amúgy 2,98% a nyerési esélyünk, szóval bárhogy számolom, statisztikák szerint 5-ből kéne nyernünk egyszer minimum. Nagyon jól állunk, van már 2 darab masnink. 3 darab masnink. Egy angyalka. Csizma. 4 darab masnink. Hoppá, hoppá. Puncs. Ez volt, tudjátok, a beltetés, hogy örüljek, hogy jaj, masnik, aztán azért se fogja beadni. Még egy masni. Hát bárhogy nézem, a felénél tartunk még csak, és már van 5 darab masnink. 8 darab kéne a 10 millióhoz. Szarvas. Szánkó. Szánkó. Szánkóból mennyi kéne? 7 darab. Az rengeteg. Masnikat adjál nekem. Bár szánkóból is van már 3. Kesztyű. Kesztyűből 1-2-2 van, de abból is kéne 6 darab. Hát nem annyira szerencsés ez se amúgy. Mi ez? Koszorú. Koszorunk van már? Nincsen még. Masnikat adjál nekem. Angyalkából tök mindegy, mivel 8 darab kéne. És baromira kevés van még. Még egy angyalka. Harang. Puncs. Masni. De hát hiába lenne ez is masni, akkor se nyernénk vele. Itt is amúgy elhiszitek, hogy pont 7 masni lesz megint? 1, 2... Ja, itt volt 5, itt meg 2, akkor 7 masnink van megint, úgy, mint az előző sorsegynél. Na de szerintem akkor számoljuk is össze a többi szimbólumunkat. Hát, hogyha valamelyikből összejött a kellő mennyiség, harangból kéne nekünk 3 darab, nekünk pedig van 1. Tanulj számolni Robival című műsorunkat láthatjátok. 2. Ebből is kéne még 1. Hát mink van még itt? Mondjuk koszorú. Abból kéne 4 darab, nekünk pedig van kőkemény 2. Hát bárhogy nézem, azzal sem nyertünk, sőt, 1 puncs, 2 puncs, puncsal sem. Szóval akkor ez a sors egy is kuka, és akkor pörögjön, és a következő nem állunk le. Érzem, hogy ez nyerni fog majd. Érzem. Na, jön is az első sor. Nincsen 3 ugyanolyan szám. Itt sincsen. Itt sincsen. Itt sincsen. Na majd most. Még semmi sincsen veszve, ugyanis 2 nem nyert még csak. Statisztikák szerint, matematikailag számolva ugye, most fog jönni a nagy nyeremény. Meg a következőben, meg az azutániban. Na, jöjjön is a csomagfelirat. Érzem, hogy itt leszel. Hát, csak ő nem érzi. És nincsen itt. Na, majd a 24. A 24 az ki fog jönni? 7. 6. Majd itt. Itt lesznek meg a szimbólumok. A remény hal meg utoljára. Kezdem is jobb oldalról megint a kaparást. Kezdjünk egyből egy beiglivel. 2 darab beigli még, és akkor már vissza is nyerjük a sorsegyünknek az árát. Egy angyalka, egy puncs, egy masni. A masnikat nem szerettem amúgy. Hát már 2-ször majdnem elhitették velem, hogy nyerünk. Angyalkából is van már 2 darab. Szarvas. Szarvasból még sosem volt 2. Most pedig már van. Koszorú. Beigli. Ahogy látom, ez a sorsjegy most folyamatosan adja be a kisebb nyereményű szimbólumokat. Szóval lehetséges, hogy ezzel fogunk majd most nyerni egy kisebb nyereményt. Hát mennyi szarvasunk van már? 1, 2, 3, 4 és 7 darab kéne. Még egy masni. Még egy masni. Cukorka. Cukorkát még szerintem ebben a videóban nem is láttunk. De hát mindennek eljön az ideje, sapka. Hát nem állunk valami jól, bárhogy nézem. Még egy sapka. Kesztyű, kesztyünk még eddig nem is volt.
Még egy szarvas, sapka. Szóval akkor ott tartunk most, hogy egy darab szarvast kell még lekaparnom, és akkor nyerünk 1 milliót. Hát nézzük meg, hogy ez a 3 alatt lesz-e szarvas. Hát bárhogy nézem, te nem vagy szarvas, na de majd te! Direkt lassan kaparom a feszültség miatt. Hát te sem vagy szarvas. Az utolsó. Hiszek benned! Ő sem szarvas. 1 bejgli, 2 bejgli, és nincsen több. Hát még a leges, legkisebb nyereményt se adta be nekünk. Hát nagyon nem leszünk így jóba. Kedves sorsjegy, szóval ő is ment a többi vesztes közé. Na de majd most, a negyedikkel kicsapjuk a nyereményeket. Nézzétek csak meg. Kezdem is az első sorral. Jön is a kövi. Szomorú leszek amúgy, hogyha egyetlen egyet sem fogunk nyerni. Mennyire, de mennyire szerencsétlennek kell ahhoz lenni amúgy. De ne is mondjunk ilyeneket. Hát még van, ez a sorsegyünk, meg még ezen kívül még egy. Hát simán nyerhetünk még. Hát ezzel a játékkal sajnos nem nyertünk, na de majd a kövivel. A szerencsejáték függők is amúgy mindig ezt csinálhatják, hogy most elbuktam az összes pénzemet, na de majd visszanyerem. Amúgy most ugrik, vagy a tavainál is voltak ilyen mini játékok is. Ez se nyert. 16. Na! Egy jó 8-ast adjál be nekem. 15. Miért? Az utolsó reménységem a másik oldal itt. Ezzel nyernünk kell most már komolyan. Angyalka. Csizma. Szarvas. Masni. Bejgli. Puncs. Puncs. Hoppá, hoppá. Jöhetnek még a puncsok. Koszorú. Rendes, már úgy elkezdett zsibbadni a kezem. Koszorúból nem kapartam még? Nem. Pedig annyira egybefolyt már ez az egész, hogy azt hittem, hogy itt kapartam már koszorút, de puncsból van már nekünk 3 darab. 2 darab puncs akkor még, és nyerünk 21.000 forintot. Még egy bejgli. Bejgliből akkor van már 2 darab. Szóval még egy bejgli, és visszanyerjük a sorsjegyünk árát. Azaz 3000 forintot. Még egy szarvas. Szarvasból ez volt a második. Adjál nekem egy bejglit, meg még 2 darab puncsot. Itt is van a 3. szarvasunk. A 4. szarvasunk. Angyalka. Szánkó. Az 5. szarvasunk. Léci. A legkisebb nyereményt legalább hadd nyerjen meg, hogy valami. Kesztyű. Kesztyűből 6 darab kell. Biztos, hogy még a fele sincs meg. Harang. Szarvas. Megint ugyanott vagyunk, mint az előbb. Van még nagyon kevés kaparó felületünk, és 1 darab szarvas kéne az 1 millió forinthoz. Na de nézzük is. Komolyan? Na várjál, csak itt lesz a szarvasom. Majd itt. A 17-es lesz a mi számunk. Komolyan? A 4-kel sem nyertünk semmit. Hogy lehetünk amúgy ennyire, de ennyire szerencsétlenek, hogy 4 sorsjegyből nem nyertünk még semmit? Hogy? Na de akkor itt is van az utolsó sorsjegyünk. Ő minden reménységünk, ne vicceljetek. Hol tartunk most? Minusz 12.000. Vajon lesz-e minusz 15.000, vagy pedig nem? Ez itt a kérdés. Szól akkor. Kaparom is az első sort. Hát nincsen itt azonos szám. Következő sorba sincsen. Sőt, a következőben sincs. De megnyugtatlak titeket, ugyanis itt sincsen. Én már csak nevetek rajtunk. Azt hittem azért, hogy 2-vel legalább minimum a leges, legkisebb nyereményt megnyerjük, vagy valami. Nem gondoltam volna, hogy ennyire, de ennyire nem lesz szerencsénk. Az első játékunkban nem nyertünk, szóval akkor kaparjuk is a betűket.
Na várjál, csak azt hittem, hogy ez egy C betű, de sajnos nem, pedig akkor még esély is lett volna rá. A második játékban sem nyertünk, szóval pörögjön is a harmadik. És a harmadik játékban sem nyertünk. Ki is nyitom. Micsoda ASMR lesz itt, várjatok csak. Hoppá, hoppá, hoppá. Ha most nem adsz be semmit, a másik sorsegyből is komolyan fogok venni egy csomót. Bárhogyha szeretnétek, és bead valamit, akkor is fogok, szóval tök mindegy. Egy darab cukorkánk van, két darab cukorkánk van. Na, négy darab cukorka kéne, és nyerünk 9000-et. Koszorú, abból még nincsen. Ezen kívül szarvas. A szarvasokkal nem vagyok itt jóban. Szerintem tavaly is jól megszivattak amúgy. Sapka. Tisztára már ilyen hatalmas nagy téli felszerelésünk lesz. Van már csizmán, kesztyűnk, sapkánk, hát mi kell még? Mondjuk egy nyeremény. Szarvas. Masni. Szarvas. Már megint kezdődik. Ez valami átok lehet amúgy. Nem állunk valami jól. Jó öreg beigli. Szarvas. Szarvas. Öt darab szarvasunk van már akkor. Van egy olyan érzésem, hogy ugyanaz lesz, mint az előbb egy csomószor, de nem. Nem lesz ugyanaz. Nem szabad bevonzani a negatív erőket. Sapka. Kesztyű. Cukorka. Na, erről van szó. Egy darab cukorka kéne még, és nyerünk 9000 forintot. Na. Add be a cukorkát! Koszorú! Cukorkát adjál nekem! Ne kesztyűt! Na várjatok csak, most megérkezik Magic Robert, és ez a három, valamelyike alá be fogom vonzani a cukorkát. Beigli! De abból kéne még egy a 3000-hez, de nekünk nem az kell, nem a cukorka! Hát bevonzottam, itt lesz a cukorka, nézzétek csak meg, ott lesz. Figyeld, milyen szép cukorkánk lesz! Ott is van, hát miről van szó? Mondtam, hogy bevonzom, vagy mondtam, hogy bevonzom? Magic Robert-tel egyszerűen nem lehet bírni. Itt is van a 9000. Bárhogy nézem, akkor ezek szerint mínusz 6000-ben vagyok csak. Nem olyan rossz az, figyelj. Sokkal, de sokkal jobb, mint hogyha... És az utolsó szarvas lett. Pedig, hogyha ez is beillett volna, akkor ezzel... Nyertünk volna 12.000 forintot, és akkor mínusz 3.000-be lennék. Nagyon, de nagyon nagy kő esett le a szívemről, hogy nyertünk így a végére, ugyanis ez nem a pénzről szól, hanem a nyerésről, meg az izgalomról, amit adtak nekünk ezek a sorsegyek. Nagyon, de nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, és szeretnétek majd akkor a hónapban még kiskarácsony sorsegy kaparást, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Hát reménykedjünk abban, hogy ott azért nagyobb szerencsénk lesz, mint itt. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban, plusz a webshopom is. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem, már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről, akkor mindenféleképpen gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan. Addig is, szevasztok!